овеянной легендами. Этот город Йорк. Egy film Győrről, ahogy még sohasem láttuk, orosz szöveggel. Mostantól jobb, ha hozzászokunk az ilyen prezentációkhoz, hiszen szerdától még érdekesebb lehet a megyeszékhely Oroszország számára. Győr legújabb testvérvárosa, az ötödik legnagyobb orosz város, Nyizsnyi Novgorod lett. Ez a csodálatos barokk palota, ahol most vagyunk, a fiatal pár házasságkötésének helyszíne. Hétvégenként az ifjú férj, és arra mondja ki az igent ezen falak között, most pedig két város polgármestere szentesíti aláírásával, hogy a magyar és az orosz kultúrát, a Nyizsnyi Novgorodi és a győri embereket közös úton szeretnénk együttani. Borkai Zsolt az ünnepségen úgy fogalmazott, sok kapcsolódási pont van a testvérvárosok között, amiből igazán gyümölcsöző kapcsolat válhat az évek során. Mindezek az épületek hatalmas történelmi értéket képviselnek. Ez pedig már a Volgamenti orosz metropolis bemutató kisfilm. Történelmi múlt, jól pörgő gazdaság, egyetem és virágzó kultúra, ez jellemzi Nyizsnyi Novgorodot. Oleg Szorokin polgármester köszöntőjében azt mondta, a szerdai megállapodással egy új fejezet kezdődik az orosz-magyar kapcsolatokban. Előbb magyar, aztán orosz kultúrműsor is szórakoztatta a két város prominenseit, akik kíváncsiak voltak a testvérvárosi megállapodás ceremóniájára. A magyar és orosz himnuszok után végre eljött az ünnepélyes pillanat, amikor Borkai Zsolt és Oleg Szorokin ellátta kézjegyével a megállapodást. Győr polgármestere sokat vár az orosz kapcsolattól. A mostani kapcsolat egy nagyon komoly folyamatot indíthat el, hiszen éppen a polgármester is mondta, a gyerekek területén partnerkapcsolattal tudunk indulni, akár ezen belül a sport és egyéb olyan tevékenységet tudunk elkezdeni, amivel a két város fiataljait közelebb tudjuk egymáshoz hozni. Szóval ez a testvérvárosi kapcsolat, én azt gondolom, hogy egészen jó indult, és jó döntés volt az a képviselőtestülettől, hogy Nyizsnyi Novgorod Győr város testvérvárosa lett. Oleg Szorokin szerint a megállapodás legfőbb célja, hogy a két város lakóit minél közelebb hozza egymáshoz a jövőben. A области экономики, конечно же, нас объединяет наличие и в Győri, в Нижнем Новгороде. Városaink között rengeteg a hasonlóság, önöknél Győrben és nálunk is fontos az autóipar, vagyis a gazdasági kapcsolatok erősítésének feltételei adottak. Nálunk is működik egyetem, mint Győrben, és a kulturális életünk is hasonlóan színes, a sportról nem is beszélve. Egy szóval számtalan kitörési pontja van a testvérvárosi kapcsolatok erősítésének, mondta Oleg Szorokin. Győrnek Nyizsnyi Novgorod a 10. testvérvárosa, míg az orosz metropolisnak a kisalföldi megyeszékhely már a 12. testvértelepülése.